Sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban, Tudán, és egy régi nyomvonalat fogunk bejárni. És régen itt volt az állomási lakodó az átépítés előtt, ott a háttérben a felvételi épület, azt majd visszafele úton megnézem, mert most elfelejtettem. És itt meg van egy oszlopcsónk, meg ott még látszik egy szigetelő a földön, ami szinte egy felsővezeték tartó oszlopról jött. És majd errefele lesz a régi nyomvonal. Ott az ajvédő falak után kell menni, és majd ott. És akkor az lesz most bejárva, egy kb. Másfél kilométeren túl nyomvonalra került a pálya az átépítéskor. És akkor ezt nézzétek, itt van még egy oszlopcsónk, és ez már a régi vágányhálózat volt, mikor itt még öt vágányos állomás volt, és biztos vagyok, hogy akkor itt ezen a földúthelyén is még a vágányok mentek. És valahogy itt kezdődött a nyomvonal korrekció, de csak ennyire, hogy a 100-as pályából lehessen 160-as. Ez egy minimális korrekció volt, itt egy olyan, mint egy másfél kilométeren. Ezt nézzétek, felső vezetéktartó, és itt pedig ott van a szigetelő. Na, ezt nézzétek, és nem csak, hogy szigetelő van, de itt egy télvilágító lámpa is. És még az izzó is benne van. Nézzétek, 150 wattos izzó, tehát itt már a rakodóvágányhoz vezetett ez valószínűleg, és ugye a rakodó volt megvilágítva, és abban a gödörben szintén egy oszlop volt. Úgyhogy errefele itt a befagyott földúton kell menni. És igen, itt már jól látszik, hogy merre volt a régi nyomvonal. Egy oszlopcsonk, és innen fordult be az állomásra, és a másik oldalt, azt már mindjárt mutatom, hogy ott van, még jobban látszik. Világító oszlop maradványa, és ott annál a zöld területnél van a tényleges régi nyomvonal, és itt mellettünk pedig a zajvédő fal mögött ott van az új. A tartó oszlopok látszanak, hogy a vágány merre megy. De kicsivel arrébb viszont már úgy látom véget ér a zajvédő fal, és akkor jobban meg tudom mutatni. De itt is van egy. Vagy legalábbis volt egy oszlop, és a maradványai itt vannak. És igen, és itt már jobban látszik, hogy most itt ez már a régi nyomvonal, ott egy oszlopcsonk, és innen, és itt van az új is mellettünk, tehát nagyon nem távolodott el, viszont és itt pedig betonaljak. De ott a háttérben is látszik oszlopcsonk, ott előttünk is, de azt majd megmutatom akkor, hogyha odaérte. Hoppá. Hát tudom, hogy a pályabontásból maradt meg. És egyébként fokozatosan érzékeny kötötték át az új nyomvonalra, tehát volt olyan időszak, amikor a régi nyomvonal még megvolt, sőt ezen közlekedtek a vonatok, és az új az még épült, illetve miután megépült, először a balt, aztán meg a jobb vágányt kötötték át. És tavaly május 12-én, hiszem, hogy jól emlékszem, akkor történt, hogy átálltak az új nyomvonalra. Hát erről még vonalvideókat is nézegetek, mert az én vonalvideó minden, amikor 60-ig felvettem a vonalat, az még ez a nagyon nagyon ment, ezen a régin. És hát ott látszik is tovább, hogy mehet, és ott van még egy oszlopcsónk, meg még ott a háttérben látok még egyet. Ezt nézzétek. Ez egy igazi oszlopcsónk. Földből kiforgatva, hát ilyen vastag betonalapja van egy felsővezetéktartó oszlopnak. És bizony itt jött a régi nyomvonal, csak itt van valami érzépatak, ami fölött átment a vasút, annó is, meg látjátok, az új nyomvonal ott van az átövesz. Egy kicsit modernebb, mint ami itt volt. De a végét aztán is bontották. És ott folytatódik a... De viszont az a domb se semmi ott szembe. Hát ezen kéne vagy valahogy átmenni. De igen, tehát... A patak az befagyott. Le is, át is van betonozva. Ezt nézzétek, és közben bejön még egy vonat, ófá! Azt figyeljétek! És ott volt a régi átövesz valamikor, itt pedig egy befagyott patak, ami én nem próbáltam meg átmenni. És most már itt a túloldalt, hát kicsit kerülővel lehet csak átjutni. Ott egy földútnál, és itt vissza. És itt ismét töltésmászás, de az minden kitermelt fordulatot megvan, és ott látszik a régi nyomvonal, így kanyarodik vissza a mostanihoz. De itt azért látszik a nyomvonal továbbra is. Szerintem még oszlopcsónkot is
fogunk még itt találni. Nézzétek, hát ágyazatból maradt. Így bizony itt meg tovább a régi nyomvonal. Most állok, ez egy megszüntetett átjáró. Régi nyomvonalra lehetett ez az átjáró, és később szüntették meg, hogy az új nyomvonalat már nem érinti. Mert az a földút az ott megy tovább. Aztán ennek majd utána fogok még nézni a régi videókon, hogy volt-e itt átjáró, vagy nem. Akkor itt a vége. Régi nyomvonal, új nyomvonal. És mindjárt mutatom, hogy hol volt. Innestől jött az új nyomvonal, és itt vált el a régitől. És itt volt szakaszosan átkötve, ugye emiatt volt egy vágányozás is, amikor még az új nem volt teljesen beüzemelve. És onnan fog mindjárt jönni egy Intel régi Jogerből. Kedvetjátok, ennyi volt az ív korrekció lényege, hogy 100-ról lehessen 160-ra emelni a sebességet. Hát most jelenleg még 120-szal megy, de hát ugye az LTCS2-re várnak itt is, hogy a 160 mehessen. Ott látszik egy jelző a háttérben, amíg zöldet jelez, tehát szabad a pálya előre, és jön is a vonat kék fölött. Hát látjátok, közben már visszaérkeztem Gödöllőre, és is hihetős volt a tempó, mert egy percen múlt, hogy elértem a vonatot Tudán, úgyhogy nem volt idő már a felvétel épület bemutatására se, meg az elköszönő videóra se. És most is Gödöllőig eljöttem, és éppen felszálltam a hévre. És ja, de ez még nem a hév indulását mondja, de ezt meg nem néztem meg, hogy mikor fog indulni. De mindegy, a lényeg, hogy már rajta vagyok. Úgyhogy ez a kis ívkorrekció bejárása, ez ennyi volt. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd találkozunk a következő videóba. Sziasztok!